Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Mi Hazánk Mozgalom munkaügyi kabinetjének következő videójában. Eljöttünk Dunaújvárosba, itt vagyunk a Dunai Vasmű előtt. Sajnos évek, évtizedek óta hallani lehet, hogy egy valóságos kálvária alakult ki a vasmű körül, pedig nemzetstratégiailag is egy nagyon fontos vasműről van szó, gyakorlatilag pedig most már a csőd szélére jutott. Nagyon sok munkás nem kapja meg a fizetésének teljes egészét, egyharmadát nem kapja meg. Sorra záporoznak a kérdések hozzánk is, hogy mi lesz a vasművel, ezért eljöttünk ide a városba, hogy megnézzük, hogy hogyan alakult ki ez a helyzet, mit lehetne tenni, hogy megvalósítsunk egyfajta kiutat ebből a helyzetből. Itt ül velem szemben Magyar Zoltán, a Dunafer DV Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke. Veled fogunk beszélgetni a következő percekben arról, hogy mi az a helyzet egyáltalán itt a Dunai Vasmű környékén. Nyilván itt hosszú évtizedeket vissza lehetne menni az időben, ugyanis egy nagyon régi múltra visszatekintő vasműről van szó, ugye 1949-ben alakították, de nyilván ezért ez nem egy történelem óra lesz, de az elmúlt évek eseményeit azért nyilván érdemes lenne nagyító alá venni. Ugye ti már 2020-ban fordultatok nyílt levéllel a kormány tagjaihoz, hogy komoly problémák vannak. Akkor mit tapasztaltatok, hogy milyen visszajelzések érkeztek? Hát 2020-ban még jelentősebb, passzívabb reagálást tapasztaltunk. Bármilyen problémát próbáltunk magasabb szintre emelni. Nem igazán indult el a lendület a Dunafer problémáival kapcsolatban. Ugye akár 19-ig visszamehetnénk a probléma kezdetektől, ugye akkor már beszámolók nem születtek meg a céggel kapcsolatban. Elég átláthatatlan kezekusza munkálatok indultak el. 2020-ban pedig ugye talán az első alkalom volt, hogy a bérek részletekben érkeztek meg, illetve kollektív szerződés került felmondásra. Nyilván ezek azért kaptak valamilyen média figyelmet és sajtófigyelmet, illetve az ország is azért odafigyelt ezekre a dolgokra, de még akkor egy teljesen más megítélésben volt a Dunafer, illetve a Dunafer munkavállalói, más megítélésben voltak, mint aztán az elmúlt négy évben, vagy illetve hova az élet az elmúlt négy évben sodort minket. Tehát összegezve azt tudom mondani, hogy talán most azért jobban figyelnek most jelenleg. És akkor ugye ez még egy másik tulajdonosi kör volt akkor, tehát ez a 2020-as év, ez, ha jól tudom, orosz-ukrán közös tulajdon volt, és voltak ott problémák a cég vezetése és a szakszervezet között is, tehát gyakorlatilag eléggé megkötötték a kezeteket, ha jól tudom. Igen, volt ott több probléma is abban az időszakban, ugye, mint ahogy mondtad, több tulajdonosa volt a cégnek, tulajdonos sok jöttek, mentek gyakorlatilag, illetve próbáltak közgyűlést tartani, hogy valahogy a cég működését életben tartsák, és gyakorlatilag az kerekedett ki az egészből, hogy a szakszervezet tevékenykedik, illetve tulajdonosok oldalára áll, miközben gyakorlatilag a szakszervezet úgy vett részt ilyen akár közgyűlésekben, akár bármilyen munkálatban, mint egy tulajdonos, ugyanis voltak a szakszervezetnek is részvény tulajdonai. Ezen felül voltak egyébként munkavállalóknak is részvényei, tehát úgy volt jelen egy közgyűlésen, vagy úgy lett volna jelen egy közgyűlésen, mint egy kisebb, nagyon kicsi, de kisebbségi tulajdonos. És akkor így gyakorlatilag ilyen körülmények között érkezünk el, amikor a felszámolás elindul a Dunafer ellen? Igen. És akkor ugye érkezett a képbe az új brit-indiai Liberty Steel, hogyha jól tudom. És akkor onnantól kezdve igazán még jobban megszaporodtak a problémák. Ugye a sajtóban azt hallani, hogy nagyon sok műszakos dolgozót állóidőre tettek, nem kapják meg a fizetésük egy részét. És lehetett azt is hallani, hogy ennek a cégnek igen komoly likviditási gondjai vannak, tehát már akkor nem volt ez titok, amikor végül is hát a kormány úgy döntött, hogy bizalmat szavaz nekik.
Ti hogy gondoljátok, hogy ez hanyagságból fakadhatott, vagy esetleg van ennek egy mögöttes, hosszabb távú célja? Igen, ezt én több részre bontanám azért ezt a kérdést. Ugye a felszámolás először nyilván rögtön idegenül álltunk a dolgokhoz, hogy mit is fog ez majd jelenteni ez a felszámolás. Hamar kikristályosodott, hogy a tovább folytatás a lényeg, tehát nem egy klasszikus felszámolás lesz, hogy a tevékenységet befejezi a Dunai Városi vagy Dunai Vasmű, hanem a tovább folytatás a lényeg, ugye egy felszámolót helyeztek ide. Ugye a mi információink szerint ez ugye nem a köztudat szerint zajlik egy ilyen felszámoló ide helyezése, hogy a kormány válasz, hanem ugye sorsolás útján kerülnek ide felszámolók. Ugye elindult az ISD Dunaferr ZRT felszámolása és a leánytársaságok felszámolása is. Két nagyobbat emelnék ki, az ISD Power és az ISD Kokszolónak a felszámolás. Ugye mivel külön cégekről beszélünk, külön felszámolót kapott mindegyik KFT, illetve társaság. Mondhatni, teljesen normális kommunikáció mentén ment a felszámolás, tehát az érdekképviseletekkel is kapcsolatot tartott a felszámoló, illetve mindegyik felszámoló kapcsolatot tartott. Már akkor megjelentek a Liberty Steel-nek a szakemberei, ugye ez a médiában is megjelent, hogy az első szénszállítmányt Csehországból ők biztosították, hogy a kokszoló tovább működhessen. Azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen rendben zajlott még a Liberty-vel is a kommunikáció hosszú ideig, akármelyik szakemberük jelent meg itt, vagy Budapesten, mert ugye ilyen történés is volt, hogy Budapestre jöttek, és akkor fölhívták a szakszervezetet, hogy egyeztessenek, vagy tájékoztassanak minket. Teljesen normális kapcsolat volt. Úgy tűnt, hogy teljesen jó kommunikáció fog kiépülni mind a Liberty-vel, mind a Liberty-hez köthető szakemberekkel, és hogy maga a gyár sorsa is egy jó irányba fog elindulni. Ezt az értékesítési folyamat lezárta után, erről is mondok egy-két szót, ugye két részből állt a folyamat, maga egy részvételi pályázatból és egy ajánlattételi pályázatról szólt az értékesítés. A részvételi pályázaton ugye ezek médiában megjelent hírek, öt cég jelentkezett. A részvételi pályázat utáni folyamatban az ajánlattételi szakaszban már csak két vállalat jutott be, és ez a két vállalat tehetett árajánlatot a felszámolásból létrehozott két KFT megvásárlására, és végül egyedül a Liberty tett hivatalosan megjelent adatok szerint a Liberty tett egyedül árajánlatot, így kerültünk a Liberty tulajdonába. Mondhatnám, hogy szinte azonnal fordulatot vett az életünk. Ugye július elején született meg a végeredmény, hogy a pályázatot a Liberty nyerte meg, ekkor még ugye nem tulajdonos volt, ekkor kezdődött a szerződéskötés. Augusztusban már az egy maradék működő kohónkat is leállították, és hát egyre inkább szakaszosan működtünk. Nyilván előtte is ugyanezzel a problémával küzdöttünk, de egyre halmozottabbá vált ez. Ennek az indoklása folyamatosan az acélpiac volt, az európai acélpiac hanyatlása. Hozzátenném ehhez, hogy egyébként látjuk és kapunk adatokat mi is az acélpiacról, nyilván látjuk, hogy nincs jó helyzetben, sőt, tehát azért igen erősen a 2008-as válság alatt van az acélpiac helyzete. És hát így jutottunk el odáig kinkeservesen, hogy belekezdtünk gyakorlatilag egy kollektív szerződés és bértárgyalásba, aminek a vége az lett, hogy a kollektív szerződést felfüggesztettük, kollektív szerződést tárgyalást felfüggesztettük, a bértárgyalásra koncentráltunk. Nagy nehezen sikerült egy jelenlegi helyzetnek, az idei évnek elfogadható béremegelési megállapodást kötnünk, aminek az aláírásának másnapján gyakorlatilag bejelentette
sőt, itt még egy kicsit visszamennék, ahogy szóba megállapodtunk a béremelés mértékébe. Ott hétvégén ugye történt a polgármester választás, következő hétfőn azonnal be is jelentették a kokszoló leállítását. És ezután, egy másfél hét szervezkedés után sikerült aláírni a bérmegállapodásnak a szerződését, aminek aztán a másnapján azonnal bejelentették, hogy az egyik KFT-nek a munkavállalóit, a műszakban dolgozó munkavállalóit átirányítja a munkáltató, bocsánat, átszervezi a munkarendjüket állandó délelőttbe, és ezzel egy időben állási időre küldi őket. Ez nagyságrendileg az érintett műszakban, korábban műszakban dolgozó munkavállalókat egy ilyen mínusz 33% keresetcsökkenéssel, reálkeresetcsökkenéssel sújtja. Most nyilván itt ellene dolgozik ez a picinke bérmegállapodás, amit kötöttünk. Végeredményben 26-27% reálkeresetre csökkenésről beszélhetünk az érintett munkavállalók esetében. Létszám 8-900 főt érint ez így. Tehát körülbelül. 8-900 főt érint most jelenleg ez, így van, így van. Ez a csökkenés. Az állásidő pedig olyan 1000-1100 fő. És mi a perspektívájuk most ezeknek a munkavállalóknak? Tehát van-e bármilyen ígéret, és ha van, akkor az mennyire vehető komolyan, hogy meddig tart ez a keresett kiesés, ez az állás kiesés? Ígéretekből sose vagyunk ilyen, ígéretek mindig vannak. Ugye a kokszoló leállításának a bejelentésénél azt kommunikálták, hogy rövid időn belül szinte minden munkavállalónak, akkor ugye a kokszolóban 500 főt érintett a leállás, már hónapokra bontották, hogy mikor hány főnek fognak új munkakört, munkalehetőséget felajánlani. Ez a tézis ez ugye hamar megdőlt, ugye másfél hét múlva jött az átirány, illetve a munkarendmódosítás, és jelenleg ez az utolsó információ, hogy nagyon-nagyon kis létszámban ajánlanak föl munkavállalóknak más munkakörre lehetőségeket. Elindult-e valamiféle elvándorlás a cégtől ennek hatására, akik esetleg úgy gondolták, hogy nem hisznek már ezeknek az ígéreteknek, és máshol néztek állást, tehát tudunk-e ilyenekről? Naprakész adatom jelenleg nincsen ez ügyben, várom az adatokat a munkáltatótól. A szakszervezeti tagságból, illetve hát nyilván ismeretségi körből, szakszervezeti tisztségviselőktől tudjuk azt, hogy igen nagy létszám az elvándorlás. Azt nem mondom, hogy feltétlen kimagaslik a múltból, mert ugye ez a folyamat ez már régóta elindult. Nyilván látunk egy kis emelkedést, amit nem csodálok. Igen, de mi van azokkal az emberekkel, akik mondjuk, teszem azt, néhány évre vannak a nyugdíjtól, és mondjuk világéletükben ezt csinálták. Hát ők azért nem mozognak olyan könnyedén, tehát nem olyan egyszerű az ő helyzetük. Én úgy gondolom, hogy talán nekik a legnehezebb ez a mostani helyzet, és egy ilyen akár 20-valahány százalékos kiesés is a jelenlegi gazdasági helyzetben, elnézve az elmúlt évek inflációit, az komoly megélhetési gondokat tud okozni egyes családoknál. Hogy erre specifikusan van-e valami ígéret, illetve a szakszervezetnek mi lenne a konkrét célkitűzése, követelése, hogy hogyan tudnátok megmenteni ezeket a munkavállalókat? Hát egy nagyon ideális állapot lenne ugye a nyugdíj korhatár előtt állókat, ha nyugdíjba tudnak, valamilyen előnyugdíjba tudnák küldeni. Valamilyen készség mutatkozik ez ügyben a munkáltató részéről. Egy nagyon rövid határidővel jelesül az idei évben nyugdíjba vonuló munkavállalóknak valamilyen nagyon kedvező megoldást szeretnek kitalálni. Ezt ugye kommunikálta eddig írott anyagunk, ténylegesen megvalósult esetünk egyelőre ezzel kapcsolatban nincsen. Szándékról nyilatkozott a munkáltató ez ügyben. Az, hogy nyugdíj előtt állókat hogyan érinti, nyilván ugyanúgy ez a keresetcsökkenés, mint bármelyik másik családot, vagy akár egyedülálló munkavállalót, drasztikus mennyiségű keresetcsökkenésről van szó.
És itt azért számításba kell venni azt is, hogy az elmúlt 5 év az nyomot hagyott a kereseteken. Nem szoktunk ebből titkot csinálni. Számításaink szerint 40-50%-kal csökkentek a reál keresetek az elmúlt 4-5 évben. Ez azt gondolom önmagában drasztikus. Ugye sokan korábban úgy véleményezték a Dunafert, hogy hát egy irreálisan magas keresetek voltak ennél a cégnél. Nem gondolnám, a speciális tudásnak, a munkakörülményeknek hát köszönhetően nem mondanám irreálisnak a kereseteket. Mindennek meg volt a maga oka, de valóban az országos átlag fölötti keresetek voltak. De mondom még egyszer, ennek azért meg volt, én azt gondolom, az oka, és ezt sikerült oda redukálni, hogy már bőven az országos átlag alatt vagyunk, és akkor erre jön majd most, sőt, hát most már ugye jelenként kell beszélni róla, most jön még ez a 30% környéki reálkeresett csökkenés ezekre a bérekre. Igen, és én úgy értesültem, hogy a szakszervezet a kormányhoz fordult megint, végülis Comba Sándor foglalkoztatásért felelős államtitkárhoz. Ennek esetleg van már valamilyen eredménye, vagy ez még folyamatban van? A holnapi napra tűzte ki ugye egy találkozott Comba Sándorral. A mai nap módosult, egy órára tűzték ki korábban a találkozót. A mai nap tájékoztattak róla, hogy Fábián Gergely is részt tud venni a találkozón. Így át kell tenni 3 órára a találkozónkat, tehát módosult ez az időpont, de 2 államtitkár lesz így most ilyen a találkozónkon. Korábban is fogadott minket készségesen Fábián Gergely, tehát hogy ő mindig is mutatott aktivitást felénk, illetve mindig is sikerült vele kapcsolatba lenni. Hogy mit várunk a találkozótól, nyilván szeretnénk fölhívni a figyelmet a munkavállalói szempontból a problémákról. Ugye tudjuk azt, hogy kapcsolatban van a szoros kapcsolatban van a Liberty és a helyi vezetés a kormánnyal. Ezt tudjuk, ettől független nyilván ők tulajdonosi vagy valamilyen vezetői szempontból vizsgálják az eseteket. Mi szakszervezetként nyilván munkavállalói szempontból vizsgálunk mindent, és ezt a szempontot szeretnénk az államtitkárok elé tárni, hogy ne csak egy oldalról hozzanak döntést, hogy ne csak egy oldalról legyen információjuk, hanem megismerjék a munkavállalóknak a helyzetét is. Most a nézők kedvéért mondom, hogy amikor ezt a videót felvesszük, ez egy szerdai nap, tehát amikor megjelenik, akkor nagy valószínűséggel már azért lehet tudni, hogy mi lett ennek a találkozónak az eredménye. Nyilván mi is figyelemmel fogjuk ezt követni. És akkor végezetül még egy kicsit, ha úgy tetszik, elvontabb kérdés, de lehet, hogy mégsem teljesen az. Ugye a Dunai Vasmű az azért lehet mondani, hogy egybefort Dunai város történetével is. Hogy a mai napon, vagy a mai napig ez mit jelent a városnak? Tehát, hogy mennyire tekintenek úgy rád? Ha jól tudom, 2012-ben még a legnagyobb munkáltatónak minősült, hogy most ez így van, azt nyilván te tudod, jobban tudod, de hogy akik nem itt dolgoznak, tehát nem a vasműben dolgoznak, hanem máshol, de mégis dunaújvárosiak, ők hogyan követik figyelemmel ezeket az eseményeket? Lehet egyáltalán itt valamiféle egységes álláspontról beszélni, ahogy a városban lakók követik ezt? Hát nyilván gondolom abban mindenki egyetért, hogy valamilyen módon rendezni kellene ezt a évek óta tartó káváriát. Igen, hát itt is több részre lehet bontani megítélés, vagy több szempontból lehet nézni. Ugye nyilván egy idősebb városról beszélünk, akik az idősebb korosztályt képviselik, ők nagyon aktívan kísérik figyelemmel a történéseinket, hiszen van kötődésük a Dunaferhez, gyakorlatilag ugye hosszú évtizedekig hát majdnem, hogy az egyetlen foglalkoztató volt, de hogy mindenképp a legnagyobb és legnagyobb foglalkoztató, az biztos. Ugye azért az elmúlt években, évtizedekben azért jó pár nagy foglalkoztató települt ide Dunaújvárosban, már nem feltétlen vagyunk a legnagyobbak, és ugye ez hozzátartozik az elmúlt 4-5 éves amortizációnk is, hogy így szépen fogalmazzak. Nem gondolnám, hogy ma mi vagyunk a legnagyobb, illetve a Dunafer a legnagyobb foglalkoztatója a városnak.
ellenben pénzügyileg azt gondolom mindenképp egy meghatározó, mint ahogy az előbb is mondtam, itt nem minimálbéres foglalkoztatott, vagy minimálbéren foglalkoztatott munkavállalók voltak jellemzően, hanem nagyon speciális tudással rendelkezők. Ha most azt mondom, és nyilvános adat beszámolókból meg lehet nézni, hogy mondjuk csak egy ISD Dunaferr Zrt-nek, és akkor most ebből le kell venni ugye a Power és Kokszoló munkavállalóit, ami szintén egy nagy tömeg volt korábban. De csak az Zrt-t nézem, azért volt, hogy elérte a 2,5-3 milliárd forintot a munkabér költsége havonta. Ez most már oda csökkent, hogy most már ugye két Kft-ről beszélünk, és abban a két Kft-ben a Zrt és a Kokszolónak a munkavállalói vannak benne, ez már bőven 2 milliárd alatt van, és most erre jön még rá ez a fajta kereset csökkenése a munkavállalóknak. Ezt a pénzt nyilván nem költik el itt a munkavállalók, tehát súlyos több száz millióról, de inkább milliárdokról beszélünk, amit nyilván itt a helyszínen javarészt itt a helyszínen nem költenek el a munkavállalók. Én azt gondolom, hogy ez kihat. Biztos vagyok benne, hogy érzik a helyi vállalkozók ezt a dolgot, és ha tovább romlik a helyzet, akkor nyilván még inkább érezni fogják. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérést és a válaszaidat is. A magam nevében is és a magunk nevében is azt tudom mondani, hogy sok sikert kívánunk ehhez a küzdelemhez. Nyilván mi a magunk frontján is megpróbáljuk megtenni azt, ami tőlünk telik, és reméljük, hogy azért a következő időszakban végre valahára valamiféle pozitív változás áll be, mert én azt gondolom, hogy azért ezt a vasművet meg kell menteni. Tehát azért, mint az elején is mondtam, hogy nemzetstratégiailag is egy nagyon fontos, meg nyilván a város történelméhez is hozzátartozik, úgyhogy még egyszer zárásként csak azt tudom mondani, hogy sok kitartást és sok sikert kívánok nektek én is. Köszönjük szépen, köszönöm a felkérést. Itt áll mellettem Adomaski Lőrinc, a Mi Hazánk Dunaújvárosi Szervezetének alelnöke. Lőrinc, téged kérdezlek, hogy neked mi a véleményed itt a Dunaferr körül kialakult helyzetről. A véleményem az, hogy elszomorító. Ez egy most olyan 40 ezer fős város, van itt egy hatalmas iparterület, ami majdnem akkora, mint a város egésze, és ez az elmúlt 10-15 év alatt szinte teljesen leamortizálódott, pedig logisztikai szempontból csodálatos helyen van, itt van mellettünk egy teherkikötő, ami közvetlen vasúti kapcsolattal rendelkezik a gyárhoz. Innen gyerekkoromban emlékszek, hogy a szenet, a vasércet, innen hordták föl, itt álltak sorba az uszályok, tele volt a Duna is álló uszályokkal, a kikötő is tele volt uszályokkal. Itt van a város mellett az M6-os autópálya, itt van a M8-as Dunahíd, és itt van a város, és egy-egy iparterület elkezdett fejlődni az utóbbi időben, ami nagyon jó, ma akik a vasműből fiatalabb munkaerők elvándoroltak, átvándoroltak oda a Hankókba, minden éppen látszódik, meg a papírgyárba, az is bővült, úgyhogy nagyon örülünk, hogy volt az elmúlt időszakban itt sok ipari bővítés, mert ez egy iparváros. A mezőföld közepén mezőgazdasági szempontból nem annyira releváns egy terület, de ez egy ízig-vérig iparváros, rengeteg ipari létesítménnyel, papírgyár, itt van a gumigyár, itt van a betonelemgyár, ezek a legnagyobbak, meg van különböző acélszerkezeti összeszerelőüzemek, és itt volt az egyik legnagyobb, de már csak volt a Dunai Vasmű, ahol fénykorában olyan 15 ezer ember dolgozott, és ez 50-es évek óta ez a vasmű folyamatosan épült, fejlődött, de most már ott vagyunk, hogy lassan a bezárva táblát kirakhatják, és az embereket kicsit elszomorítja. És itt említetted a Hankókot, ami munkalehetőség szempontjából, mint mondtad, jó is, csak ugye hát hallottuk azt, hogy elég erőteljesen vendégmunkásokra építenek, tehát itt azért nem feltétlenül a magyar dolgozóknak lesz csak tere. A városban a vendégmunkások száma
annan ismerjük meg őket, hogy látszik, hogy nem magyarok, hogy ázsiaiak, indiaiak. És megismerjük őket, hogy nem magyarok, és rengeteg van. Rengeteg. Az elmúlt egy-két évben drasztikusan nőtt a számuk, az összes lehetőséges szállodát a városba a koreaiak kivették. Van olyan szálloda, amit teljes egészében kivett a koreai vezetés, de a munkásszállók, amik voltak, azok is vagy indiai vendégmunkások laknak már benne. Hát minden esetre köszönjük, hogy ezt elmondtad, és ugye itt az előbb megakadtam azon, ami nyilván igaz, hogy pozitív értelemben akadtam meg azon, hogy itt ez egy ipari város, és hát ugye a Mi Hazánk mozgalom is azt vallja, hogy ez szükség van magyar iparra, mi a hangsúlyt arra helyezzük, hogy ha lehetséges, akkor ez magyar ipar legyen, és ezért szomorú és ezért fájó látni, hogy a Dunai Vasmű hová jutott, és még messze nem látni a végét. Úgyhogy azt gondolom, hogy a Mi Hazánk nevében is ígérhetjük, hogy a jövőben is foglalkozni fogunk a Dunai Vasmű körüli problémákkal, és eszközeinkhez mérten mindent meg is fogunk tenni annak érdekében, hogy egy pozitív változást tudjunk kiharcolni.